Továbbra is válságos állapotban van az a holland bűnügyi újságíró, akit tegnap lőttek fejbe az utcán Amszterdamban. A körülményekből egyértelmű, hogy ki akarták végezni a 64 éves férfit. Három embert vettek őrizetbe, egyet azóta elengedtek. Az újságíró kollégái szerint a marokkói maffiának és a holland alvilág más csoportjainak is lehetett oka arra, hogy megpróbálja megölni. Az utóbbi években Máltán, Szlovákiában és Görögországban is gyilkoltak meg újságírókat az Európai Unión belül a munkájuk miatt. Ezek a felvételek nem sokkal a támadás után készültek Amszterdam belvárosában. Az egyik legismertebb holland bűnügyi újságíróra a nyílt utcán nyitottak tüzet egy autóból kedd este 7:30 körül, néhány perccel azután, hogy a férfi egy élő televíziós műsorban szerepelt. Egyebek mellett egy 2019-ben meggyilkolt fodrászról beszélt. Peter Ardefries 5 lövést kapott közelről, az egyik a fején találta el. A 64 éves férfit súlyos állapotban szállították az egyik amszterdami kórházba. Azonnal nagyszabású nyomozást indítottunk. A járókelők és a szemtanúk információkat osztottak meg velünk arról az autóról, amellyel elmenekültek a támadók a helyszínről. Letszendam közelében megállították ezt az autót az A4-es autópályán, és két gyanúsítottat letartóztattak, mondta az amszterdami rendőrfőnök. A holland oknyomozó újságíró korábban többször is kapott fenyegetést, és ezek miatt állt már rendőri védelem alatt. Munkája során számos ügyben segítette a rendőrséget. Maffiózókat, drogbárókat lepleztek le a közreműködésével. Az elmúlt években Európában több újságírót is ért hasonló támadás. 4 éve Máltán öltek meg egy újságírónőt, aki egyebek mellett egy korrupció ellenes blogot írt. Egy autóba szerelt pokolgép végzett vele. Az ügyben máltai miniszterek érintettségére is fény derült. Szlovákiában 3 éve egy 27 éves újságírót és menyasszonyát gyilkolták meg saját otthonukban. A rendőrség szerint Jan Kuciakot ugyancsak az oknyomozói munkássága miatt ölték meg. Idén áprilisban pedig Görögországban lőttek le egy bűnügyi újságírót. Két motoros fegyveres végzett vele az újságíró atténi otthonától nem messze.